elég kevés volt. Szóval az első mérkőzésen sokkal jobban sikerült. Et c'est et je voudrais féliciter les joueurs pour leur match parce qu'ils sont allés au bout d'eux-mêmes. Egy továbbjutás, tehát egyenes kieséses küzdelem esetében a legfontosabb az, hogy a csapat tovább jusson. És ezért úgy gondolom, hogy ez egy történelmi siker, és úgy gondolom, hogy a játékosok felülmúlták saját magukat, és ezért gratuláció jár nekik. Én is úgy éreztem, a második félidő elején volt egy olyan pillanat, amikor eldöntöttük volna a találkozót, akkor éreztem, hogy egy kicsit elfáradtak, majd mégis felhoztuk őket a játékban. Hát ebben a meccsben egy pozitívum valóban a továbbjutás. Azért az elmúlt mérkőzéseken után is tudtuk, hogy sokat kell fejlődnünk, sokat kell előrelépnünk. Hát ez a mérkőzés is arra mutatott rá, hogy van még miben fejlődnünk. C'est le problème du public? Ez már a közönség problémája, ez már a közönség gondja. Je suis content de mes joueurs. De én magam elégedett vagyok a játékosaimmal, mert úgy gondolom, au niveau de leur état d'esprit, ils ont été très grands. Hogy túlléptek saját magukon, és úgy gondolom, hogy küzdőszellemben nagyobbat alakítottak. Ez az önbizalom szó, ez egy kulcs szó. Most egy picit azt érzem, hogy ezen a téren nem áll túl jól a csapat. Kicsit bizonytalanabbak vagyunk. Tavaly ugye jöttek a mérkőzések, egyre több önbizalommal rendelkeztük. Az idén nem úgy kezdtük az edzőt, hogy szerettük volna. Ez azért kihatott tényleg, majd azt mondom, minden egyes játékosra. Egy apró siker változtatott majd ezen. Tényleg, hogyha most a mai az a mérkőzés, de örülök olyanok, hogy három naponként játszunk mérkőzést, mert akkor van lehetőség arra bebizonyítani, hogy ez a csapat valójában sokkal többet tud, mint amit az elmúlt időszakban mutatott, és hát abban is bízom, hogy hamarosan indulunk felfelé. À relever la tête, c'est vraiment c'est bon pour l'avenir. Nem fordult meg a fejemben a kiesés gondolata, 5-6 gól helyzetet kidolgoztunk, nem szereztünk gólt, bekaptuk a gólt, de úgy gondolom, hogy a csapat jól reagált, nem engedtük le a fejünket, hanem kifejezetten felemelt fével küzdöttünk tovább, és ez a jövőt illetően igencsak jó. Mennyire érzed kevésnek azt, amit ma nyújtottatok? Elég kevés volt. Szóval az első mérkőzésen sokkal jobban sikerült. Annak ellenére ma is megvoltak a helyzeténk, azt korábban is említettem. A helyzet kihasználás még nem úgy jött össze, hogy szerettük volna. És még a másik dolog az, hogy én úgy gondolom, mi hoztuk vissza a mérkőzésbe az ellenfelet, mert voltak olyan pillanatok, amikor eldöntöttük volna találkozót, nem tettük, és ez megbosszulta magát, mert szerencsére a végén mi örülhettünk.